Szeptember 13-án mutatták be a Babits Mihály Kulturális Központban Táven Baktele, Legyetek Szerencsések című előadást. A produkció Fitos Dezső társulatának nevéhez köthető, ami egy cigány mesterségeket bemutató dramaturgiai szövetbe ágyazó táncszínházi produkció. A mesterségeken túl megismerjük azt a fajta roma kultúrát, ami írtóra színes, vibráló és energikus. Hogyha táncművészként vizsgálom a Kárpát-medence táncait, egyszerűen egy táncművésznek, egy néptáncosnak óriási kihívás a cigány táncok elsajátítása, hiszen egész testből, gondolkodásmódból egészen másképp működik, mint a magyar paraszti ember. Az előadás célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ahogy a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat és kelet-európai cigány kultúrára. Megjelenik a kovács és drótos mesterség, a teknővályok, a sármunkával foglalkozók, valamint a mutatványosok és a zenészek mindennapjai is. Ezt a produkciót 2021-ben mutattuk be a Hagyományok Házába, ugye ez a cigányságról szól, a cigánymesterségekről, hogy régebben mennyire fontos volt ez az emberek világában, és hogy mára mennyire elveszett. Ez a Táven Baktele című, Legyetek Szerencsések című produkciónk. A társulatnál pedig 2022. március 1-e óta vagyok, ekkor alakult meg így a hivatásos szférába Magyarország legfiatalabb hivatásos együttese. A performance dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása. Az etüdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élén komikus jelenetek, miközben a cigány nép eredetéről és történetéről is képet kapunk.